Na akkor folytassuk kalandozásainkat. Nézem, hogy... Na! Tökön van. Trent. Trent Reznor írt. A Nine Inch Nails-ből. Rá akarja sózni az új lemezét. Nézem, hogy van valami, amit el tudunk adni. Szerintem úgy eladtunk mindent. Ízét azt nem tudjuk berakni a gépbe, most jutott eszembe a XP-sert, mert ezt úgy sem használjuk. Eladni meg nem érdemes szerintem. És az mindössze egy hely. Lehet, hogy azt nem is engedni a rendszer adni. Nézzük már meg. Vannak bizonyos itemek, amiket nem lehet adni. Aha. De mondjuk az ilyeneket, ugyan evolúciós köveket, meg ilyeneket azokat bebaszhatjuk. Persze. Rérkendit is egyelőre. Nem használjuk, nem használjuk. Nem használjuk. XP-sert. Tegyük be az ja. XP-sert is. Escape, ja nem, azt mondjuk az még jól jöhet. Jó, szerintem most már csak olyan dolog van, ami jól jöhet nálunk. Legalábbis ajánlott. Itt miért tudok futni? Nem engedi a játék. És most ugye megnéztük, hogy mit kell csinálni a... Hát igen, igen, rohadtul nem... vágtam, meg rohadtul nem jutott eszembe, hogy miről van szó, de... Igen... Most annyi az egész, hogy Steven-nel fogunk találkozni, és mondja, ő adja meg a megoldás kulcsát, úgymond. Ajánlom is neki. Kell még egy Paralysis Heal. Ennyi. Elkezdünk egy videót, és egyből ezek a genyózások vannak. Ott a kátot nem tudod használni? Most azért hozzuk a csokit. Tudod, csak valami random item lesz szerintem. Aha, majd hoz, majd utána. Majd. Ó, még egy report! Még egy gyors. Nem elég nekik. Bonskot és Nightwing. Egy olyan műsort ezeknek, hogy hogyan ne legyünk Pokémon mesterek. Ó, baszki. Na. Miki, hát, hogy Magnetont mivel szedjük le, lehet, hogy a Nightwingot ki is váltom. Az, amelyet a Swampertet. Nem is, Bryant. Mi volt az? Confusion? Mi? Aha. Na, egynek annyi. A Bryant ennyire tápos lett már? Be lehet hozni ilyen nagyobb csatákba is? Persze, hát most már tovább földött Leironná. Egy jók már a statjai. Bon is kapott egy rohadt paralízis, tök jó. Oj. Ezt mondtuk neki legutóbb. Na most mind mondunk. Ilyen hamar megkérdeznek minket újra. Hát már az olyan ennyi nagy siker lett, akkor valami mást kell. Coughing. Joking, az nem rossz. Danger. Design. Diet. Figyelj, szerintem most már karakternek elege van az interjúból. Dislike. Dislike. Ennyi. Ez szerintem nem volt jó. Meg főleg a paralízis után, nem tetszik a paralízis. Ja, kapják be. Igen, dislike-oljuk. Hazamenek és sírnak a párnába. Körülbelül. Hogy... Ott van valami. Ja, itt is izé van. De jó, rohadjanak meg. Ez kitalálta. Minden Pokémon játékban kell valami ilyesmi. Hogy... Azt mondja, hogy My Pokémon is strong, most ez a Swablu, ez tényleg egy... nem. Jó, hát típus hátrány. Megbocsátható. Steve! Na, ő adja a gépet végre. Invisible. És ez a Keklaung gecizet velünk. Jaj, de vicces. Őt elkapod? Ha el tudod? Hát ha el tudom, akkor olyan. Úgyhogy van a labdánk. Van, múltkor bevásároltunk rendesen. Közben anyámnak írok egy SMS-t, hogy ne hívogasson, de addig nyugodtan. Majd kitalálom valami jó nevet. De el is kaptuk, de jó. Cső. Kekleon. Na minek nevezzük el? Most már ó, nem neveztem el. Mindegy, úgy sem tudtunk volna jót kitalálni szerintem most. Semmi kaméleonos nem jut eszembe. Karmakkal Mélaon, csak az lehet, hogy ki se fért volna. Igen. Az egy jó szám. Saints Row 2-ben. Tehát akkor gyakorlatilag most ahhoz, hogy lásd egyáltalán ezeket a nyomorékokat, kellett egy gép hozzá? Igen.
Nagyszerű. És ezek így ezt csinálják, hogy kicsesznek az emberekkel poénból, mint a ja, Mr. Mime. Unatkoznak, bazd meg. Tök jó. Nezbor, azért megérte. Hogy pörög az a nő. Nem tudja, mi baj. Rolling, menjünk vissza rolling. A játék elejére, ahol kihagytunk egy... A ide. Játék elejére. Játék elejére. A legelső városban menjünk vissza. Ja. Szálljunk ki újra a teherautóból. Igen. Megérkeztünk. Költözünk el újra ugyanabban a városban. Demonszkop. De ez az mindig nálad van szerencsére? Tehát az nem olyan item, hogy így... Hát az key item, hogy mindig nálad akkor van. Akkor jó, jó. Azt hittem, hogy ez is ilyen helyfoglalós barogság, mert akkor tudod, hogy felcsesztem volna nagyon. Nem, nem, azt a külön zsebben van tudod a key itemeknek. Aha. Ilyen erős ez a keklem, hogy... Ennyi? Itt nem volt semmi rejtett cucc, semmi értelme nem volt annak, hogy mi ide jöttünk. Miki, nagyon sok dolog az életben, amit csinálsz, az értelmetlen. Ez is egy ilyen. Kapják be? Nem tudhattuk. Vedd ki csokit és nézzé meg azt a helyet. Legalább minden részben lesz egy ilyen csokis... Csokis megoldás. A csokis rész. Igen. Te pósa, mi nem vettük el az Zigzagontól. Már csokitól. Hát akkor itt az ideje. Ő csak meccs után talál dolgokat, igaz? Ja. Ez tök jó lenne, hogy csak így cipeld magadban és így random talál ilyen izé. Ilyen zsebes pokémon. De csoki hogy tudja használni a kátot, ezt nem értem. Kis szétrágja a fát, hát nem tudom. Az is kom... Na! Rare Candy. Rare Candy. Hát így random, hogyha kattintgatunk, akkor ott is találtunk volna valamit. Megnézzük? Nézhetjük. Még most már nem lesz ott az a Pokémon, nem? Hogy már legyőzte egyszer. Hát, de nem kell ott lennie. Azért öltük meg, hogy ne legyen. Hát persze, azért mondom, hogy nem kéne ott lennie. Nem jön vissza. Ki fog fagyni a gépem a sok izé billentyűzet izé nyomkodástól. Mert lehetséges kombinációt nézek. A felvételben nagyon jól fog hallatszódni ez. Nem, mi is semmi. Hát akkor... Ez csak a japánoknak a szadizmusa volt. Nintendo arra találta ki a Pokémont, hogy szadizom a világ többi részével. Így bosszulják meg Hiroshima-t, de nem csak Amerikán, hanem a világon. Meg magukon is, mert hát ők is eladják maguknak a Pokémont. Hát jó, de... Sok-sok event van, ami csak Japánban van, és akkor... Ja, ez kárpótlás nekik, igen. Hát tudod, elpusztult két városunk, de Pokémon. Á, ez el is menekült. Kis gyárba. Befosolt, ja. Terem, ez pedig repülőterem, ha jól emlékszem, úgyhogy bont tök ideális lesz nekünk. Meg Brian is jó lesz ide. Igazából zsírfekán kívül mindenki jó lesz itt. Meg Marina. Beszéljünk a... Nem lesz jó. Nem láttam, tudtam most semmit. De ez a ilyen izé... Igen, hát kis puzzle mindenhova kell. Tök jó. Ötletes mondjuk. Pont olyan kapuk, ami így a izé londoni metro állomáson van, meg így a bevásárló központokban, vagy boltokban. Double battle! Ah, jó sok pokéjuk van. És láttam, akkor itt tényleg repülők lesznek, mert mindenik madár. Hát nem kombúznak a bejáratnál, hogy azért repülőterem. Ja, az poén lenne, hogy átbassza téged ott az ember, aki ott áll, hogy ez egy azért repülőterem, és kiderül, hogy pszichó. Elég jó hullanak, mint a legyek. Ja. Jó, a csapatod a repülő ellen, úgy tűnik. Tropics. Keményem. Critical hit. Nagyon gyors volt. Super potiont használni akarok. Nem a lava cookie-t, azt használjuk már rá. A lava cookie az izére jó, hogyha valami státusz van. Ja. Azt hittem az élettől. Paralízis, vagy méreg, vagy ilyesmi, azt gyógyítja. Uh-huh. Elbasztod. Itt nem fog tudni erre jönni.
visszamegyek. És jövök erre. Erre még nem tudok. Faszom. Na, akkor hogy oldjuk meg? Először lemész, várjál le... Várj, jó, jó. Jó, igen, úgy. A badár pokémonok többség amúgy jól néz ki. Igen. Hát Dodo, Dodrio, ilyesmiket leszámítva. Azok is a nagyosak szerintem, olyan kis... Meg hát vannak ezek a fura esetek, mint például Xatu, meg Batu. Ja. Elfogadnék egy olyat. Tehát lenne, egy szép ilyen kis mexikói istenség, ilyen azték dizájnos madár. Edwardot megőszik. Boszkor túlságosan elszalad már, kicsit használjuk Bryant is. Főleg mindjárt megdöglik szegény Monskot. Ó, Tropius. Spawnnám jó? Tégis nem mondanám Goffsnak a helyzetet. Hát vagy igen. Inkább izé kéne Nightwing. Ugye ő fű is. Mhm. Király. Szinte mindenki fog így gyúrni. És kapsz egy kicsit. Kapsz még egyet. Jó, jó, szereted a potikat. Hát muszáj. Nem, jó felmentél eredetileg. Most lesz jó. Most lesz. Ó, bazd meg. Melye? Ha. Várjál. <Lord. gül> Igen, és vissza le, és most lesz. Most vissza le nem fog tudni menni. Vissza nem tudsz lenni. Most lesz jó. Tudod, van egy... Bazd meg most! Nem, most meg kimész egyszer jobbra és kész, úgy. És körbe mész. Na, úgy. Fasza. Gondolod, hogy van egy tök jó Pokémon mester, és itt elbukik, és csak ezért nem tud ezért mester lenni. Sírva fogad és föladja. Igen. Jó, nem lesz egy Pokémon mester. Nem megy. Nem megy. Ez tök szemétség. Nem lehet, hogy egy sima terem. Ez cső. Winona. És tudod, mire odaér, annyira fölbassza az agyát, hogy már azért kíméletlenül itt harcol, meg minden. Igen. Lemészárolja szó szerint a Pokémonokat. Most bosszú! A mesterrel együtt. Egynek annyi. Wow! Alterje. Oj, bazd meg, wow. Ez tudja az Earthquake-et? Fasza! Jó sövet levet neki, az szép volt. Kettőnek annyi. Nézzük, ki van Tropius. Még hátra. Tökéletes. Wow! Ez kis ilyen együttéssel kinyírtad. Pelipper. Ez Bonskott. Dupla típus előny, köcsög. Szép. Na nézzük. Skarmory. Próbálja menteni a menthetőt, de hát nem sokáig. Ennyi volt. Ha nem gyomd el azért. Ha már nem az észt, hanem a Pokémont kell használni, akkor már jó vagyok. Recognition of your progress, apprentice, use the gym badge. És kaptunk 3300-at. Hogy van ennyi pénzük? Aerial Ace, az mit tud? Az... Azt hiszem 60 damage van, és... Nagy az esély arra, hogy critical hit lesz. Nem, kivételezetlen. Mert megtanítjuk izének Nightwingnak. Meg tudja tanulni a Brian Fear az Aerial Ace-t. Hogy? Hát figyelj! Átgondolom, hogy ki fogja megkapni. Egy nagyon gyors kivételtetlen támadás 60 damage-el. Aha, 60 damage az mondjuk nem számít soknak. A fasz az megint. Scott. Mi? Tehát, hogy tényleg te vagy a trainer, akit kerestem.
rajongód vagyok. Most már igen, bunkó paraszt, de amíg nem voltam izé, csak feltörekvő voltam, addig le voltam szarva nagy évben. Nem volt elég koszos a ruhám, meg igen, voltak igen. A beszólogatások. Ez nem felejtjük el, mert nyugi. Hát nem.